kísérlet. Az erő, az út. Ezek a kifejezések egy olyan tudományhoz vagy éppen tantárgyhoz kapcsolódnak, amelyre sokan csak mumusként gondolnak. Azonban ez nem így van a megyeszói Mészáros Lőrinc körzeti általános iskolában, hiszen ott a diákok várják a fizika órákat. Ennek az lehet az oka, hogy olyan pedagógus oktatja őket erre a tudományra, mint Filip Otília. A tanár olyan különleges oktatási módszereket vezetett be, amivel könnyebben megértik a gyerekek a nehezebb kísérleteket is. Filip Otília orvos szeretett volna lenni, azonban nem nyert felvételt az egyetemre, így fizika-kémia pedagógus szakon folytatta tanulmányait, amit egyáltalán nem bánt meg. Az igazság az, hogy az elején én orvosira készültem, ugye ott a fizika meg a kémia az elég komoly feladat volt, és nagyon megszerettem a fizikát is, meg a kémiát is. Annak idején Erdélybe felvételiztem 87-ben, nem sikerült az orvosira, és így akkor a fizika-kémia tanári pálya mellett döntöttem, és Kolozsvárra felvételiztem a Bábesbolyai Tudományegyetemre, a fizika-kémia szakra. De én úgy gondolom, hogy nem bántad azért meg, hogy nem lettél orvos. Nem, nem bántam meg, nem. Nem nagyon bejött nekem ez a pálya. Gyerekekkel való dolgozás, a módszertan tanulmányozása, tehát... Milyenek voltak ezek az egyetemi évek? Már ott, amikor eldöntötted, hogy azért szeretnél tanár lenni és gyerekekkel foglalkozni, akkor már gondolkodtál azon, hogy hogyan is lehetne ezt a két nehéz tantárgyat a gyerekekkel megszerettetni, mert ez nem könnyű feladat. Hát igen, főleg az utolsó két éven, amikor már gyakorlatoztunk kis iskolákban, és láttam különböző tanároknak a bemutató óráit. Igen, akkor már elég sokat foglalkoztunk a módszertannal az egyetemen is, meg így saját magam is így utána néztem különböző irodalmaknak, meg ilyen módszertani leírásoknak, ami a fizika-kémia tanítását illeti. És akkor ott mire jutottál akkor, hogy akkor hogy is fogod csinálni ezt a tanítást? Minél hatékonyabban, tehát úgy, hogy a gyerekek szeressék, jól érezzük magunkat az órán, tehát kísérletezzünk, tehát játékos feladatokkal is fűszerezve, tehát ugye a témakör függvényében, amit megenged az adott részt, tehát hogy kihasználni a lehetőségeket. Én a saját általános iskolai éveimre gondolok most itt vissza, amikor mi is nagyon szerettük ezeket az órákat, amikor lehetett kísérletezni, ki lehetett próbálni, meg lehetett fogni, igen, mi csinálhattuk. De mi mindig azt a választ kaptuk, hogy nincs erre idő, meg először meg kell tanulni azokat az alapfogalmakat, amivel aztán utána tudunk kísérletezni. De én úgy látom, hogy itt másképpen működik nálad a te órádon. Igen, tehát muszáj időt szakítani, olyan nincs, tehát hogy nincs idő a kísérletre. Tehát a kísérletek kapcsán mellett bevezetjük a fogalmakat, felírjuk, picit megszakítjuk a dolgokat, és akkor úgy mindig párhuzamosan próbáljuk a kettőt összehozni. A kolozsvári Bábesbolyai Tudományegyetemen Otília már tudta azt, hogy szeretné megtanítani a gyerekeknek a fizika és a kémia alapjait, azonban ennek a két nehezebb tantárgynak igazán a megszerettetését tűzte ki célul. Azért, hogy eredményes legyen hivatásában, meg is tesz mindent. 15 éve vagyok itt, 2003-tól tanítok itt a megyeszói iskolában. Az elején fizikát és kémiát is tanítottam, most már csak fizikát. Miért történt most már ez így? Mivel igazgatóhelyettes lettem, így az órakeretem, a 6 óra az pont a fizika fér bele, így a 7.-8. osztályba. Nem hiányzik a kémia? Hát közben igen, igen. Közben hiányzik az is, de úgy próbálom ötvözni, tehát a gyerekeknek fizika órán, az anyagok kapcsán, a részecskék kapcsán mindig megemlítem a kémiát. Tehát azért sok kapcsolat van, igen, tehát mindig előjön. A felső tagozatos diákok nagyon megszerették Filip Otília tanárnőt és természetesen a fizikát is, amely a pedagógus egyedi tanítási módszereinek és különleges kisugárzásának is köszönhető.
szoktunk játszani a mágnesekkel, és így könnyebben megértjük, hogy miért taszít és miért vonz egymást, vagy például a mérésekkel, hogy össze kell számolni, meg hogy rá kell tenni a mélegre, hogy egyenlő legyen. Türelmes, kedves és megértő. Hetedikben ismertem meg, mikor a fizikát megismerkedtünk, ez a tantárgy, és ő lett a fizika tanárunk, akkor ismertem meg. Nagyon kedves, megértő, segítőkész, türelmes. Tavaly, mikor hetedikesek lettünk, és hát akkor ismertük meg először a fizikát Otélia nénivel együtt. Nagyon kedves, nem szokott kiabálni, mindig elmagyarázza, ha nem értünk valamit. Figyelmes. Segítőkész és szereti a gyerekeket. Filip Otília két európai természettudományokkal foglalkozó projektnek, a Scientix-nek és a GoLab-nak a nagykövete. A Scientix-et használja a pedagógus a Medgyasszói Általános Iskola óráin is, hiszen az infokommunikációs technológia alkalmazása segíti a természettudományos tantárgyak jobb megértését. A Scientix elsősorban a természetoktatás fejlesztését célozza meg az európai oktatáson belül, valamint összefog minden olyan projektet, ami ezeknek a tantárgyaknak az oktatásával foglalkozik. Két európai projektben vagyok, ugye egyikben pilot tanárként kezdtem, az iskola pilot iskola volt, most már nagykövete is vagyok itt Magyarországon, próbálom népszerűsíteni a GoLab felületét, tehát ez egy önálló tanulásra létrehozott platform, amin egy helyen megtalálhatóak különböző applikációk, laborok, felületek, amik átdolgozhatóak, tehát mi is készíthetünk új felületet a gyerekeknek, ahol végig mehet. Úgy kell elképzelni, mint egy óravázlatot, amiben a gyerek megy végig, és ő csinálja azokat a feladatokat, amiket mi jelölünk ott ki neki. Tehát önállóan videókat nézhet meg, abból kiírhat dolgokat, tehát ezt mi adjuk meg neki. Azt is követhetjük, hogy mennyit töltött egy adott felületen, oldalon, tehát miket oldott meg. Tehát nagyon jó házi feladatot lehet adni rajta, de ha nem is használjuk ezt a önálló tanulási felületet, akkor használhatjuk az alkalmazásokat, a laborokat így az óráinkon, tehát mind különálló. Mennyire hatékony ez a módszer? Gondolom vannak itt vizsgálatok ezzel kapcsolatban, a tapasztalatok, hogy mennyire hatékony ez a gyerekeknek a tanulásban például? Hát ugye főleg, ami a motiválást illeti, nagyon hatékony, tehát örülnek, szívesen megcsinálják a kísérleteket, a feladatokat, tehát, és jobban megjegyzik a dolgokat. Tehát igen, hatékony, mert ugye annak idején persze a frontális munka is, tehát az is most is van, amikor része egy-egy órának, mert azt se lehet elhagyni, de azt tapasztalom, hogy utána, ha visszakérdezek valamit, úgy sokkal nehezebben jut eszükbe. Tehát hiába az ember elmesél nekik mindent, elmondja, azt hiszi, hogy na most ez minden vevőre talált, közben következő órán, ahol szembesül, hogy nem nagyon tudják, hogy miről beszéltem. Így, amikor megfoghatják, együtt megcsinálunk dolgokat, visszautalok, rögtön tudják. Amikor az önálló tanulásról beszélsz, az azt jelenti, hogy nekik ezeket a feladatokat önállóan kell megoldani. Nem nehéz ez mondjuk egy hetedik, nyolcadik, egy felsős tanulónak önállóan megoldani feladatokat otthon? Hát most önállóan otthon, vagy itt az iskolában is, ugye az online felületen, azt úgy kell elképzelni, tehát nem olyan nagyon nehéz feladatok, például megnéz egy videót, megfigyeli, és akkor avval kapcsolatban vannak kérdések, amiket megfigyelt, azokat megválaszolja, tehát ha odafigyelt, és így szeretik ők az ilyen kis rövid videókat megnézni, vagy akár, hogy gyűjtsön szavakat egy adott szövegrészből, azoknak segítségével készítsen egy szófelhőt, vagy akár rakjon ki egy ilyen puzzle, kirakósokat lehet ide feltenni, tehát nem a hagyományos, nehéz számításos feladatokra gondolok, akár fel lehet oda tenni egy labornak a
linkjét, azt megnyitja, kísérletezik, és felel a kérdésekre, tehát a megfigyelései alapján. Itt a gyerekek megy a szónál, szívesen használják? Igen, igen, igen. Több tantárgynál is, tehát sok kollégám használja, és ezért van könnyű dolgunk, tehát a gyerekek már hozzá vannak szokva ezeknek a felületeknek a használatához, tehát azt nem kell külön megtanítsuk nekik. A GoLab projekt keretén belül lehetőség nyílik távoli laboratóriumok és online modellek széles körű használatára a természettudomány oktatásában. Ugyanakkor megosztja a jó gyakorlatokat és egy webalapú pedagógiai közösség lehetőségét kínálja a tanároknak és diákjaiknak. Pilot tanárként megismert az általuk létrehozott önálló tanulási tereket tartalmazó felületeket. Másik projekt a Scientix projekt, ami tehát az egyik legnagyobb természettudományokat összefogó és segítő projekt Európában. Az Európai Komisszió finanszírozza, és rengeteg tanár továbbképzést szerveznek, műhelymunkát. Ők fogják össze az összes olyan projektet, ami természettudományokkal foglalkozik, és ezeket koordinálják, és próbálják eljuttatni minden tagországba, és a tanárokat bevonni, hogy... És ezt most úgy képzeljük el, hogy találkoztok azért valamikor, így a tanárok Igen. találkoznak? Igen, tehát évente kétszer szerveznek találkozót Európa különböző országaiban, és akkor ezeneken a találkozókon van, hogy 40-50 tanár is ott vagyunk, és így kisebb, nagyobb csoportokban dolgozunk, beszélgetünk, ugye... aktualitásokról, minden országból tudunk érdeklődni, hogy főleg a természettudományok tanítása kapcsán, ugye, hogy ez egy elég kényes téma, hogy nincs mérnök utánpótlás, nincs tanár utánpótlás, nem nagyon választják a gyerekek ezeket a tantárgyakat tovább tanuláskor, és akkor ezt próbálják népszerűsíteni. Nagyon sokszor tudósokat elhoznak, mesélnek nekünk, hogy mi tovább tudjuk adni a gyerekeknek az, ami ugye most a legújabb dolgok, tehát igen, a tudományban is, tehát maga a kutató-mérnöki munkában, hogy ne csak úgy képzeljék el, mint egy fellegvár ezt a munkát, hanem mint egy ember közeli. Filip Otília mozgalmas életet él, európai rendezvényeken is részt vesz, az egyiken volt egy űrtudatosságra nevelő érdekes projekt. Ennek keretében olyan foglalkozás ötletet nyújtott be, amit a gyerekekkel valósított meg. Ez egy világméretű projekt volt, ami nagyon tetszett a gyerekeknek. Ez is egy tanároknak meghirdetett műhelymunka volt Leidenben, az ESA-nál, az Európai űrkutató szervezetnél. Volt egy műhelymunka, egy hetes, és akkor ott itt különböző gyerekeknek készített tananyagokat ismerhettünk meg, és a Rosetta misszió, tehát kapcsán készült egy ilyen plüss játék is, amit megkapott a mi iskolánk is, és akkor annak segítségével bemutattam itt a gyerekeknek a Rosetta missziónak a lényegét. Tehát egy űrszonda, ami egy üstököshöz utazott sok-sok éven keresztül az űrben. Több mint 10 évet töltött az űrben, az üstökös körül, ha jól, igen, 2 éven keresztül keringett, és adatokat gyűjtött, fényképeket küldött, mintákat, tehát a talajmintát, meg amit a tudósok felhasználtak a kutatásaikban. A fizika népszerűsítésért vette át nemrég az Ericsson díjat. Tanári fórumokon is népszerűsíti a fizikát, és természetesen a gyerekek körében is. Mindent megtesz azért, hogy a diákjai megszeressék ezt a tárgyat. A gyerekek körébe, a kollégák körébe, ugye különböző fórumokon, tehát publikációk által, módszertani ötletek publikálásával, több felületen is publikáltam már, a Tempusz közalapítvány, a Barankovics alapítvány, a digitális témahét, az NKP, Nemzeti Köznevelési Portálon vannak tananyagaim, tehát módszertani ötleteim. Hogyan kaphatja meg valaki ezt a díjat? Hát ugye itt a 5 évnyi munkásság, tehát eredmény feltüntetése szükséges, ugye persze a nevezés, és akkor utána a nevezettek közül egy bizottság
tehát a Bolyai Társaság, azt hiszem, és a Matétész Alapítvány szakemberei, a Magyar Tudományos Akadémiából is vannak szakemberek, akik kiválasztják a jelöltet, és ők az Ericssonnak ők javasolják. Tehát az Ericsson alapította a díjat, de maga a szakemberek azok tehát oktatással, meg fizikával foglalkozó szakemberek. Tehát... Mivel jár ez a díj? Hát az elismerés. Nagy öröm volt megkapni, tehát öröm, megtiszteltetés. Egy rendezvény, egy nagyon szép rendezvény a Magyar Tudományos Akadémián, ahol átvehettük a díjat, egy oklevelet, meg egy kis plasztikát. Filip Otília folyamatosan új tanítási módszereken és különféle projektekben dolgozik a természettudományos tantárgyak gyerekekkel való megszerettetésén. Nincs ez most sem másképpen. Hetedikesekkel próbálunk, tehát egy ilyen, ez is egy európai projekt, Eduarctica neve, tehát maga a sarkköri jég olvadással foglalkozik, és ehhez is rengeteg tananyag van, online találkozásokat szervezhetünk majd különböző tudósokkal az északi sarkkörről. Majd feladatokat is fogunk tőlük kapni. Most akarunk, tehát csatlakoztunk, de még így nem indítottuk el a beszélgetéseket, tehát ezt tervezzük.